Ebben a mai videóban a divertikulitis okairól és tüneteinek csökkentéséről lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A divertikulitis egy olyan probléma, amikor gyulladás és kitüremkedések jelentkeznek a belek, jellemzően a vastagbél, szigmabél szakaszán, a divertikulumokban, azaz a vastagbél kiboltosulásaiban. A jellegzetes kezdeti tünetek a fájdalom, a nyomásérzékenység rendszerint ugye a bal alhas területén és a láz. A probléma kialakulásának két fő oka van, a rost szegény táplálkozás és a mozgás szegény életmód. Illetve felerősítik a problémát a finomított ételek, tehát a sok gabonaétel, illetve a magas omega-6 tartalmú növényi olajaknak a nagymértékű fogyasztása. A divertikulitis gyakran antibiotikumos kezelések után alakul ki, ami jelzi, hogy a hasznos baktériumok számának a csökkenése is erősíti a problémát. A vastagbél egyik legfőbb gyógyítója a klorofil, ami a zöldleveles zöldségekben található meg ugye a legnagyobb mennyiségben. A klorofiltól zöldek a növények. Ilyenek ugye a káposzta, leveles kell, a rukkola, a sóska, a mángold vagy a salátafélék. A káposzta kiemelkedik a fentiek közül, akár erjesztett savanyított formában, akár káposzta salátaként is nagyon jó divertikulitisre. A klorofilt búzafűlével és klorella algával is tudjuk pótolni, ha az elején még a zöldleveles zöldségeket nehezen tudjuk esetleg emészteni. A leveles zöldségek mellé fontos a víz bevitele is, mivel ugye magas rost tartalmuk, sok vizet szívnak ezáltal magukba, tehát ígyunk vizet akár a zöldségek fogyasztása közben is. A következő ételcsoport az erjesztett ételek, a bennük lévő hasznos baktériumok miatt, a savanyú káposztáról beszéltem már az előbb, de ott van a kovászos uborka is, vagy egyéb más erjesztéssel készített zöldség alapú étel is jó. Az erjesztett zöldségeket a nyersekhez képest a legyengült bélrendszer könnyebben tudja hasznosítani, továbbá nagy mértékben ugye hozzájárulhatnak a bélbaktériumok számának a növeléséhez. Ha nehezen tudjuk emészteni a nyers zöldségeket az elején, csak erjesztetteket együnk. Ahhoz, hogy megszabaduljunk a divertikulitistől, fontos, hogy a belekben a gyulladásokat okozó ételeket és italokat visszaszorítsuk a táplálkozásunkban. Ilyenek főként a glutén és a kazein tartalmú ételek, tehát a gabonafélék, sütemények, édességek és a tejtermékek. Az alkohol és a dohányzás szintén erősítik a gyulladásokat, így elhagyások egy időre mindenképpen ajánlatos. Fűszereket és gyógynövényeket is érdemes bevetni a gyorsabb regenerálódáshoz. A négy legjobb a fokhagyma, a kurkuma hatóanyag, a kurkumin, a gyömbér és a boszvélia. A fokhagymát fokhagymanyomóval összenyomott állapotban alkalmazzuk, fogyasszuk, nyomjuk össze, hagyjuk egy 10 percet állni, mert kb. Ennyi idő alatt lesz maximális benne az allicin tartalom. A fokhagyma baktérium és vírus ellenes hatásokkal bír és segít megelőzni a bélben az esetleges fertőzéseket. A kurkumint és a boszféliát ételen kiegészítő kapszula formában tudjuk bevinni. Nagyon jót tesz a beleknek a húsleveslé vagy csontleveslé. A húsleves segít a bélfal regenerálásában, gyulladást csökkent, és jó tápanyagforrást jelent egy olyan helyzetben, amikor a bélrendszer le van gyengülve. Érdemes naponta többször inni a húslevest, csontlevest, és kiegészíthetjük a napi adagunkat kollagén tartalmú italporokkal is. A húsleves és a kollagén a bélrendszer és a bélfal regenerálásán keresztül erősítik az immunrendszert, segítenek megszüntetni az áteresztő bélszindrómát, és javítanak a porcok, illetve a bőr állapotán is. És végezetül érdemes vagy ajánlott gyümölcsleveket is fogyasztani, a bennük lévő polifenolok, antioxidánsok miatt, melyek segíthetnek a gyulladások visszaszorításában. A legjobbak a gránátalma, a fekete áfonya, a tőzegáfonya, a graviola és a mangosztánlé. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!